Egyre nagyobb a mozgás a megyei ingatlan piacon. Az idei évben már érezhető volt a pozitív elmozdulás, a kereslet és a kínálat is bővült, ugyanakkor a panellakások jelenleg nagyon drágák, mondja az egyik győri ingatlan iroda vezetője. Jellemzően azt tudom mondani, hogy megemelkedtek az árak panellakásoknál, itt már szinte irreálisan magasan adják a tulajdonosok eladásra, viszont a többi családi házas és egyéb ingatlan eladásom, a használt lakásokról beszélek, abban pedig a 2015-ös évben várunk egy pici áremelkedést. Kereslet az hál' Istennek ezen a területen van. A panellakásokért négyzetméterenként akár 220 ezer forintot is elkérhetnek az eladók. Idén 5-10%-kal emelkedtek az árak. Az értékesítők szerint még nehéz pontosan meghatározni, hogy az úgynevezett SOSZ-pol kibővítése milyen hatással lesz az árakra, de az valószínű, hogy a hitelpiacnak is egy nagy lökést adhat. Az egyszerű otthonszerzési támogatást eddig csak új lakások vásárlása esetén lehetett igénybe venni, de sok fiatal nem tudta kihasználni. Tavaly az egész országban mindössze 514-en kötöttek szerződést a jelenlegi otthontámogatási programra. Ez a száma sokszorosára nőhet, ha használt ingatlanra is jár majd a kedvezmény. Nagyon sok családnál lehetőség nyílik arra, hogy ingatlant vásároljanak majd, főleg azoknál, akik kevés önerővel rendelkeznek, mert hogy eddig nem szerettek volna magas összegű hitelt fölvenni, ez most majd csökkenteni fogja a hitelösszeget, amire szükségük lesz. Illetve bízunk abban, hogy ugyanígy a hitelkamatok alacsonyan maradnak, a SOSZ-pol mellette az államilag támogatott hiteleket is igénybe tudják venni, és így sok családnak lehetőségük nyílik majd arra, hogy ingatlant vásároljanak. A kibővített lakástámogatása a jövő évben 4 milliárd forintot fordítanak, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának számítása szerint 10-11 ezer család juthat új lakáshoz.